Tegnap tettem egy olyan lépést, amin azóta én teljesen kivagyok, és ezzel rágódom, hogy amikor benyomult a Gábor, én megcsókoltam. Aha. Pont azért, hogy... Hogy magadhoz. Igen. Édeskesem. Jól tetted. Se Marianna, se én nem fogom keresni a lánynak a társaságát, és egyébként jó lenne, hogyha ti se keresnétek ma este folyamán a lány társaságát, hanem csak megnézzük hogy azt, jönne hogy ki kell, kivel kezd el kommunikálni. Elmondjak neked egy nagyon jó hasonlatot. Nézd, itt van egy hógolyó, ami tudod, hogy a hógolyó hogy alakul ki, ilyen picike. És mikor görgeted előre, egyre nagyobb. És konkrétan a Gyergyabin Pétert így görgeti mindenki előre, hogy aztán ő nyerje meg a 10 milliót. És kivel? Mariannával. Tök jól csinálom, de... Komolyan. Egy ember vagyok, ezért nem jutok hozzád. Üdvözlöm Önöket! Orsinak ma döntenie kell, hogy Marian és Peti, vagy Tina és Gábor párosát segíti hozzá a védettséghez, és hogy melyiküket robbantja szét. Vajon az befolyásolja, hogy Gáborral csókolózott? Nem tudni, minden esetre Gábor ma kifakad, és sajátos stílusában sokakat kioszt. A Pandorán viszont Petit és Bencét is megsorozzák. Sziasztok! Na, hát történik valami, itt vagyok. Ki lehet mászni a medencéből. Itt látok most két dobozt. Mindegyik dobozban egy-egy nagyon fontos információ van. Erről eddig csak Orsi tudott. A hétfői levél alapján Orsi az egyik párost szétrobbanthatja, a másik páros női tagjának pedig védettséget ad. Lehető a legjobb döntést hoztad. Úgyhogy nagyon büszke vagyok rá, nagyon örülök. Nem, csak az, hogy az most konkrétan az a két csaj, hogy így mindegy. A lényeg az, hogy én nagyon közel vagyok nekik. Most már én is. Szerintem. De megmondom őszintén, hogy engem nagyon irritál ez. Tina, az ilyen tényleg felkapott, hogy Tina, meg az ilyen tényleg a Tina, hogy ki van a Petivel, aki egy féreg, igen. Hogy ki kell rakni innen. Igen. Ő irányít mindent, és hogy ő legnagyobb környéken. De Peti rejtje szárakat hallani. Én tudom, hogy engem ki akartak a Peti, hát én tisztában vagyok vele. Ezt kimondod? Mondani, Matina. És akkor mondani, hát tisztában vagyok vele. Én pontosan tudom az egészet, csak nem volt olyan társam, olyan szövetségesem, akivel ellen összeállhatnék. Hát nem volt, egyedül mit tudom csinálni, egyedül semmit nem tudom csinálni. Az egész felső szint maga a sötét erő. Én el is neveztem őket specialistáknak, ugyanis szerintem Bence a plasztikai sebész. Ha már a fiúknál tartunk, akkor Gábor a szívsebész, aki a lányoknak a meghódítója, idézőjel bezárva.
Adrienne az agysebész, mert hogy ő rendkívüli jól látja mindig a dolgokat. Majd ott van Tina, aki pedig az ortopéd sebész, úgyhogy ők így négyen a specialisták, akik mindig a helyzet magaslatán állnak. Vagy várjál? Ja, nem. Szerintem nem kéne bent tartani őt. És Loki szerint is ez van. És nem hiszem, hogy kamuzna ilyet. Az is lehet, hogy össze akar minket zavarni. Nem, nem hiszem. Ő nagyon kíván. És tényleg direkt néztem a fét, mikor Marianna meg Peti ott voltak. Annyira látott, hogy már majd szétrobban. És ő tudja nagyon jól, hogy Marianna meg szerintem Peti mellett van. Ha választhatna, nem. Loki mellett, és szerintem emiatt is úgy van, hogy elege van belőlük. Na, hogy ezekbe bele kell rám gondolni a másik verzióba is, mert ebbe is van azért, hogy... Persze. Hát azért csinálja, hogy mi összeugorjunk, hogy lehetjük benne jobb, és akkor ismét tud a szövetséges lenni. Szerintem nem. De nyilván bele kell ebbe is gondolni. De nem tudom, én nem tartom őt itt ellenségednek, Lokit, bármennyire is utálod, vagy nem is utálod, hanem annak tartod, de szerintem egyáltalán nem úgy van, ahogy gondolod. Peti és a Marianna párosa az már most lassan számomra is eléggé idegesítő, mert főleg Marianna részéről, de sajnos Peti is kezdi átvenni a Marianna stílusát, annyira flegmák lettek, és annyira lekezelően beszélnek mindenkivel, hogy tényleg az már zavaró szerintem nagyon sok mindenki számára hotelben. És már van. Viszont lojális vagyok az én meg a párnak is. Meg annyira örülök, hogy végre egyszer használva a felelős nap. Én is örülök magától. Miért hallnak meg ezeket a bogarak itt? Nem tudom, és miért békelnek ott. Mert hű maradtál, nem csaltál. Én büszkodok. Én is büszke vagyok rád. Köszönöm szépen, nagyon aranyos, nagyon jó esik a támogatásodat. Loki mesélt az estéjéről, csak éppen nem tudom, hogy mennyire pontosan igaz a sztori. Kíváncsi lennék az igazi sztorira, hogy Loki vajon mennyire túloz. Hallod, Gyula? Nem hallom. Mit akarsz? Nagyon fáj a fejem. Kérünk neked egy gyógyszert. Nem, nem kell gyógyszert. Van gyógyszered? Nem. Akkor így áll rengeteg vizet, jó? Azt fogom. Az nagyon fontos. Azért is fájhat a fejed, mert sok alkoholt fogyasztottál. Mert itt vagy mellettem. Mert itt vagy mellettem. Azért feltétlenül, igen? Igen. Mikor leoltogatlak attól? Igen. Vagy amiatt, mert dehidratálódtál? Szerintem dehidrálódtam, és nagyon fáj a fejem, és szomjas vagyok, és minden baj. Annyit megteszek érted, mert olyan úriember vagyok, hogy lemegyek és hozok neked vizet. Nem, kedd drága, mindjárt menjek veled. De én lemegyek. Úgy gondolom, hogy Gyulával egyre erősebb a szövetség, ami kettőnk között van, egyre nagyobb az összhang köztünk, illetve a bizalom is, úgyhogy úgy gondolom, hogy ez csak folytatódni fog. Easy no, no need to go down. Rock that run, that is how we found. Szia, Krisztián! Sziasztok! Na, hát történik valami, itt vagyok. Ki lehet mászni a medencéből, nem tudom, hogy... Ura! Fog-e sikerülni egyedül? Eddig mosolyogtunk, most az lehet, hogy lefagy az arcunkra a mosoly, akármilyen meleg van. Orsi, 3 napja vagy az Eden Hotel lakója. Hogy érzed magad? Nagyon jól érzem magam. Úgy érzem, hogy sikerült nagyjából beilleszkednem. Mindenkivel próbálok jó kapcsolatot kialakítani. Amúgy is ilyen vagyok. Nem szeretek senkivel se rosszban lenni. Remélem a többiek is elfogadtak olyannak, amilyen vagyok. Most a találgatásnak vége. A levélben ugye, amit hétfőn kaptatok, volt egy mondat, hogy választhatok 2 párt, akik kimehetnek egy külső programra. Még az is benne volt ebben a levélben, hogy ennek következménye lesz. Már is megtudjátok, hogy pontosan mi ennek a következménye. Zoé!
hogy az olyan. Oké. Köszönöm. Köszi, Zoli. Itt látok most két dobozt. Mindegyik dobozban egy-egy nagyon fontos információ van. Erről eddig csak Orsi tudott, na meg persze én. Azért, mert Orsi küldetéssel érkezett az Eden Hotelbe. Azzal a küldetéssel, hogy a dobozban látható szavakat, információkat hozza ki az általatok választott pároknak. Lássuk akkor, hogy mi van a dobozokban. Kinyitom a bal dobozt, és megmutatom, mi van benne. Nem alkothatnak párt a párválasztó ceremónián. Nagyon sok mindent számításba vettünk, hogy vajon mi lehet Orsinak a küldetése. Megmondom őszintén, hogy én tartottam tőle, mert ugye Rokira nagyon rácuppant. Másik doboz tartalma, és az abban lévő információ. Védettség. Ez tehát azt jelenti, a hétfői levél alapján Orsi az egyik párost szétrobbanthatja, a másik páros női tagjának pedig védettséget adhat. Tehát ez pontosan azt jelenti, hogy Tina vagy Marian védett lesz, és azt is jelentheti, hogy Tina és Gábor, vagy Peti és Marian nem alkothatnak egy párt. Orsi, gyere ide mellém, kérlek. Orsi, most először kérlek, jellemezd mindkét párost röviden. Rövid ideje vagyok itt a hotelban, tehát mindenkinek volt ideje nyitni felém, úgy gondolom. Aki ezt kihasználta, kihasználta. Volt, aki úgy érzem, hogy egy kicsit kevésbé. És én úgy gondolom, hogy mind a kettő párossal azért egy pozitív irányba sikerült a kapcsolatunkat elindítani. A Mariannáikat én nagyon-nagyon erős párosnak tartom. Azért, mert a Peti már nagyon régóta van, gondolom valamit nagyon jól csinál, hogy még mindig ebben a játékban van. A Tináéknál néha éreztem konfliktusokat, viszont rajtuk is érzem azt, hogy mély összetartás van. Orsi, nem láttam azt, hogy annyira nyitott lenne rám. Nem éreztem azt, hogy annyira barátkozna, nem éreztem azt, hogy bármikor is magától odajönne hozzám. Én nyitottam felé, megbeszélgettem vele. Most kérlek, indokold meg a döntésedet, és mondd el, hogy melyik páros lánytagjának adod a védettséget, és melyik az a páros, akit úgy gondolsz, hogy a következő párválasztó ceremónián nem alkothat egy pár. Én úgy döntöttem, hogy ezt a védettséget egy olyan párosnak szeretném adni, akiben a későbbiekben úgy érzem, hogy talán megbízhatok, és tudnának nekem segíteni. Ez a páros Marianna és Peti lesz. Köszönjük szépen. Én belül ugráltam, mint egy kisgyerek, aki megkapja a karácsonyi ajándékát. Ismételten nem vagyunk úgymond veszélyben, ez egy óriási nagy szerencse, mázli, vagy éppen tényleg aki mer, az nyer elvünknek a bizonyítéka. Ebben az esetben viszont a védett játékos Marian. Ő biztos nem esik ki a következő párválasztón. Viszont az is kiderült, hogy Tina és Gábor nem alkothatnak egy párt. Tehát jelen pillanatban Tina is veszélyben van, ugyanúgy, ahogy Orsi. Megmondom őszintén, hogy én nem Orsiba csalódtam, hanem legnagyobbat magamban, meg a páromban, de inkább magamban, mert tényleg mondták nekünk a fiúk, hogy menjünk, tapadjunk Orsira, és tényleg lássa rajtunk, hogy érdekel, hogy itt van, és tényleg nem csináltam ezt. Mit szóltak a kialakult eredményhez? Elélemzni. Iszonyatosan nem az.
gratulálni tudok mindenkinek. Ügyesen csináltátok. De amikor mondod ezt, hogy mindenkinek, akkor kit hibáztatsz, vagy kire gondolsz? Krisztán, nem akarok, te tudod, hogy sosem mondok neveket, most sem fogok neveket mondani. Gratulálok annak, aki csinálta, ahogyan csinálta, amiként csinálta. Sweet. Ügyesek vagytok, tényleg. Én de sem csináltam. Nagyon szépen fogalmazott az Orsi, nagyon ügyesen csinálta az Orsi, és már tőle is félnek, nem csak a Mariannától, a Barbarától, hanem már az Orsitól is félnek a lányok. Tina, te most szomorú vagy? Nem. Nem vagyok szomorú egyáltalán. Hát ez egy játék, és én, ha visszafordíthatnám, is ugyanúgy kimennék, mert úgy értem, hogy itt csak Peték játszanak, mert mindent ők akarnak csinálni, és ez egy idő után már engem zavart, és elmondtam, hogy most már én is szeretnék játszani, és hogyha így esek ki, akkor így esek ki, de legalább játszok. És most úgy érzem, hogy ez kellett, és örülök is, hogy így alakult. Az előbb odabújtál Gáborhoz. Miért? A feszült lett? Nem, csak mellette vagyok, és szerintem jó páros vagyunk, és... Lesz. Biztos vagyok benne, hogy Marianna haza fog küldeni valakit, ebből százalékosan biztos vagyok, hogy Marianna nem fog a Peti mögé állni. Ennek fényében gondoljátok át, hogy mit szeretnétek, hogyan kívántok a továbbiakban játszani és folytatni a játékot. És hát valamikor, lehet, hogy nem sokára, lehet, hogy pár nap múlva, lehet, hogy órákon belül, de találkozunk. Sziasztok! Sziasztok! Köszönjük szépen. Köszönöm. Nehéz döntés volt. Szeretném azt, hogy a Peték lássák, hogy valamilyen szempontban megbízhatnak bennem. Ez inkább a későbbiekben lenne számomra jó. Azt szeretném mondani neked, hogy a lehető legjobb döntést hoztad. Úgyhogy nagyon büszke vagyok rá, nagyon örülök. Nagyon jól döntöttél, nagyon-nagyon jól döntöttél, itt fogsz maradni. És az, hogy most bárki is megharagudott, nem számít. Én épp ezért mondtam el, hogy ez tudatosuljon másban is, hogy ez, ez egy játék. Muszáj döntést hoznom. Persze, hát nem ját, vagy nem szórakozni vagyunk itt. Muszáj döntést hoznom. Tényleg ezen ne legyen, hallod? Innentől kezdve nyugodt lehetsz. Ha téged kiejtenek most, akkor azelőtt nagyon elássák itt mindenki számára magukat szerintem, mert azért téged itt mindenki úgymond bír. És ha most téged kiejtenének, Bencinél elásnák magukat. Látod, és hogy... tudod miért? Azért, mert Petinek ott van apalka, és ő elmondta, hogy ő téged innen nem fog kitenni. Ezt elmondta. És emiatt én megyek haza. Ő elmondta, hogy ő nem akarja szembeköpni magát, tudja, hogy apalka neked barátnőd volt, és nem meg a Barbie. Meg a Barbie, párja. És megvan. Tehát nekem még most van két napom itt. Jó, de most elrontottam a renomémat, fúrja. De Peti nem fog téged kirakni. Marianna meg nem fog összeállni Gáborral, ezért marad Bence, én meg Bence mögé állok be, és kiesek. Szóval ezzel most már nincs mit izélni, nincs más terv, mi négyen vagyunk. Gyula kéne. Mi? Gyula mögé állj be. De Gyula nem állít ki, mert Gyula velük van. Szerintem itt most lejárt az én időm, azt érzem, és valószínűleg, hogy vagy én, vagy a Tina fogunk hazamenni. Az a baj, hogy a Marianna tudja, hogy Bence mögé fog tökni, hogy kiállok, neki azt a Bence mondom, kell, mert a Bence erős játékos. Nyilván, nem hülyék. Bennem van, hogy én megyek. Hát, hogy nekem ennyi volt, és igazából meg is érdemlem, mert tényleg amúgy nem játszottam. Annyira buták voltunk, nem cuppantunk rá a csajra. És tényleg nagyon durva. Eljött az én időm. Marianna, úgy ki fog... Engem. Ki fog... Na, nem úgy. Hm? Mondom meg a témán. Igen? Na, szerintem ki fog... Bencével összefogálni. Bence mögé fog állni. Nem tudod, mert az a baj, hogy mindenki látom a fejüket, mindenki kiröhög. Most is kiröhögött a Peti, és mindenki kiröhög. Mindenki kiröhög. Tök bután tartanak a szolgálatot a Peti is, ahogy nézve. Tartsanak. Higgyék ezt.
Én nem haragszok az Orsira, mert nem haragudhatok, úgy gondolom, itt egyetlen egy játékosra se, aki bejön és feladatot kap, hiszen neki az a célja, hogy a feladatát teljesítse, nem úgy, mint én, aki elrontottam. Úgyhogy ezért nem lehet rá haragudni. Én se aggódtam volna, hogy Tina lett volna. Véde. Hát ha a Tina kapott volna védettséget, az a... Az nem is tudtam a... kiigazodni meg. Semmi. De ha most, ahogy beszélt, nem undorító volt. De mind a kettő, Gábor, gratulálok mindenkinek, hogy így csinál. A Tina, ő is látszik, hogy ellened van. Persze, meg hogy mondta, ki, most kimondta, hogy jut el minket, mert csak mi akarunk játszani. Mi az, hogy csak mi akarunk játszani? Öt pár van, mindenkinek ugyanannyi esély van játszani. Igen. Csak nincs mindenki ugyanannyi akarata. Azt, hogy nincs még ugyanannyi akarata, akkor ne fújjon ránk, mert neki ugyanakkor esélye van minden nap. Én úgy érzem, hogy Orsi jó döntést hozott, mert azáltal, hogy Marian kapta a védettséget, így én biztonságban érzem magam. Kedves vendégek, ma újra kinyílik Pandora szelencéje. Lehetőségetek van név nélkül megkérdezni azt, amit eddig talán nem mertetek. Írjátok össze kérdéseiteket, és a lezárt borítékokat hozzátok a napfolyba fél óra múlva. Ma. De hogy így ma? Ma, más, ma. Rózsaszínnel nyomtattál meg. Ma. Gyula? Lacsi. Én vagyok. Azi, Barbara. De hát most torpáccsal lesz, úgyhogy most jó már fén. Jaj, Gáborral kellett meg. És mit csinálja? És annyira emlékszel, hogy Kaja mindjárt bőgök. Emlékszel, amikor veled beszéltem meg a Petivel, hogy tök örülnétek ti is nekem a Bencével lennél, tudod? Most jó cumi, mert ugye... Igen, most nincs más lehetőség. Nincs más lehetőség, úgyhogy most az lesz, hogy én meg a kis nekülke mögé, ő meg a Bence mögé. Gondolom, így lesz. Igazából fixen még nem beszéltünk erről, de... Hát más hogy? Más nem lehet. Úgyhogy egy picit így feladtam ezt magamban amúgy Mariannak. Mármint nem a játékot, nem azt mondom, hogy feladtam, csak... Most mi a véleményed erről? Ezt nagyon sokartal kérdezni hát erről. Hát most más nem nagyon tudtok csinálni. Igen. Mint hogy... Mert nem hiszem, hogy most bárki, akinek olyan pár jól cserélni fog velük, mert ti vagytok szövetségben egymással nagyon. Akkor mi legyen az elterv? Az álterv. Azt, hogy Tina, Bence, te, Adrián, és akkor talán a Marianna fog és bedurrantod a közétek. Snassz, nekem kell az új lány. Neked kell az új lány? Jó. Az új lány mögéd. Az biztos. Akkor... Ha beáll mögéd, az Adrián kiejted. Persze. Hát, nem tudok más csinálni. Jó. Te megkapod a lányt, akit szeretnél. Viszont akkor most szedd össze magad agyilag. Jó. Hát. Persze. Jó lesz. De aztán tutira. Remélem, hogy megértik az emberek. Hogy? Te ezt te így akarod csinálni? Hát ezt most ilyen pillanatban úgy gondolom, hogy így akarom csinálni. Aztán lesz egy Pandora. Ahol jól kell szerepelned. Zseniális dolgok történnek itt a hotelban. Barbara nincs veszélyben, Marianna nincs veszélyben, Peti nincs veszélyben, én nem vagyok veszélyben, a többieket meg... Gyönyörű! Gyönyörű! Istenem, de gyönyörű! Gondolkoztál rajta, hogy élsz ezzel a védettséggel? Nem gondolkoztam. Orsi is fura néha. Te Orsi bírod elég? Vagy hogy így ezt azért kérdezem, mert tudod, hogy mi már itt vagyunk egy ideje, 53 nap, és ő meg még csak így kettő, és hogy te így 5 szívesen bent tartanod? Nem tudom, mert nem is beszél velem. Bár nem tudom. Jó, nyilván a döntésem lesz, hogy Orsi bemarad-e vagy nem, de... Nem tudom. Szép dolog volt nyilván tőle, hogy szodáltam. De így sajnálom úgy, hogy így Bencét elengedni.
Petya. Adrián próbált befolyásolni, meg egyebek, nagyon sokszor segítettem már neki. Mikor szétszedhettem egy páros, akkor nem őket választottam, hanem Bencéket. Barbara, szerinted Loki közeledése Orsi felé veszélyt jelent rád? Én úgy gondolom, hogy nem jelent veszélyt, és abszolút nem érzem azt, hogy nem bízhatnék meg Lokiban, tehát úgy gondolom, hogyha Orsival jobban van, akkor ugyanúgy velem is, tehát abszolút nem tartok ettől. Loki, te közeledsz Orsi felé? Itt ülök mellette. Beszélgettünk ma, és tegnap este boroztunk. A jacuzzi partján, illetve a jacuzziban. Ha ez közeledésnek minősül, akkor igen, közeledek Orsihoz. Az ő párosuknak szentnek és értetetlennek kéne lennie, azonban amíg Loki felvet olyan kérdéseket és témákat, hogy ő szexuális kapcsolatot létesítsen bármelyik más játékossal, és nem Barbarával, addig ez szerintem nehezen fog menni. Orsi, te ezt a viselkedést milyennek tartod? Hát annak, hogy úgy voltam vele, hogy egy kicsit elengedtem a tegnap estét. De nem a sajátod, hanem Lokiét. Hogy? Hogy a párjával szemben, vagy a játékban ez normális viselkedés, vagy neked ez szimpatikus? Az, hogy közeledik velem hozzád. Közeledik. Nem tudom, hogy ez esetleg lehet, hogy ez egy taktikai lépés. Bízom benne, hogy nem. De Barbarával mi megbeszéltük, hogy köztünk semmi nem fog történni. És akkor ezért kell mással valaminek történnie? Hát nem kell, de a helyzet úgy hozta. Úgy érzem, hogy ezzel Barbarát nem sodortam veszélybe. Ha mit esetleg... Hozott úgy a helyzet? Akkor történt valami tegnap este? Mi történt volna? Most mondtad, úgy, a helyzet úgy hozta. Hát úgy hozta, hogy rólad kijut a felső, rólam meg a gatya. Ennyi történt. Csók volt? Azt hiszem, igen. Bár nem emlékszem rá. Ja. És én úriember vagyok, erről nem beszélek. A Bencék csapatából tette valószínűleg föl valaki, pont azért, hogy Barbarával való kapcsolatomat is egy kicsit meginoktassák, vagy a Barbarának a fülébe ültessék a bogarat. Peti, milyen kapcsolatod most Lokival? Egyelőre felhőtlen. Nem mondom azt, hogy a legmélyebb bizalmi kapcsolat, de mivel az utóbbi napokban nem tett semmi olyat, ami miatt megorolhattam volna rá, ezért aztán azt mondom, hogy jelen pillanatban felhőtlen. Vannak dolgok, amik bennem élnek, nem is azt mondom, hogy múltbéli sérelmek, hanem inkább emlékek. Ennyi tulajdonképpen, ezeket az emlékeket én magamban tartom, elraktározom, aztán a jövőben majd, hogyha reméljük nem lesz rá szükség, akkor vagy elhajítom, vagy felhozom, de bízom abban, hogy nem kell ezeket az emlékeket újra felidézni. Most már kezdem azt érezni, hogy nem csak nekem, hanem már így körülöttem lévő embereknek is kezd betelni a pohár, mert egyre jobban érződik az, hogy tényleg Peti irányít itt mindent. És azt érzem, hogy ezt már Loki is kezdi észrevenni. És Loki, te szeretnéd, hogy ugyanolyan kapcsolatod legyen Petivel, mint régen volt, vagy új szövetségesek után néztél, vagy nézel? Én nagyon szeretném, hogy Petivel rendeződjön a kapcsolatunk, és 100%-os ilyen Peti bizalma irányomban. Bízom benne, hogy az elmúlt néhány nap tendenciáját folytatni tudom, és ugyanilyen jó fiú tudok lenni. Bence, szerinted a hazugságaidat elhiszi még valaki rajtad kívül? Hát ez a kérdése. Nem tudok válaszolni. Nem tudom, ki az, aki ezt a kérdést feltette, ki az, aki engem hazug embernek hisz.
Már annyiszor kijelentetted ebben a játékban, hogy te még egyszer sem hazudtál. És elég furcsa, ha valaki ilyet mond, hogy ilyen játékban. Én csodálkozok, megmondom őszintén, itt 53. napon itt lehetek úgy, hogy ebben a játékban nem kellett még akkorát hazudnom. Mostanom ilyen kezémet. Akkorát vagy hazudnom? Marianna. Mert az akkorát hazudnod, mert hazudtál, de hogyha persze, hazudod, hazudtam valamiben olyanban, aminek jelentősége játék szempontjából nincs, de taktikai hazugság, amit még a számot nem hagytál. Nem tudom, hogy a kérdezőből mi váltotta ezt ki. Tehát, hogyha valaki engem hazug embernek tart, aki ezt a kérdést feltette, akkor azt ez nem is szépen fel. Megkérem a közeljövőben, hogy nagy ívbe kerüljön a társaságba, mert nincs rá szükségem. Ezért is tettem fel a kérdést, mert tudtam, hogy Bencét ez nagyon érzékenyen fogja érinteni. A játék eleje óta ő azt akarja bizonygatni, hogy ő mennyire őszinte és szavahihető ember, és tudtam, hogy ez nagyon fog fájni neki, vagy nagyon ki fog ettől borulni. Meddig bírod elviselni azt, hogy Gábor minden este más lányok társaságát keresi, de sem vagy féltékeny, vagy megint hazudsz? Köszönöm a kérdést, nem gondolom, hogy hazudtam volna, de lehet. Én nem vagyok féltékeny, meg nem is voltam itt senkire sem a hotelben. A másik meg az, hogy igazából mi Gáborról ezt mi tisztáztuk, hogy csak barátok vagyunk, és nem vagyok féltékeny, meg nem zavar, ha más lányokkal van, én örülök neki, hogy mindenkivel kijön. Nem vagyok féltékeny senkivel sem. Ez ugyanolyan jellegű barátság, mint a Bencével? Kicsit másabb, de hasonló. Én a Tinát alapjáraton nagyon kedvelném, viszont ez egy játék, és két dudás nem fér meg egy csárdában, úgy gondolom. Ezért próbálom őt kijátszani. Mindkettővel úgy érzem, hogy nagyon közel állnak hozzám, és nem tudok választani. Mindkettő fontos. Más-más, de attól függetlenül ugyanúgy szeretem mindkettőt, csak más, de ugyanolyan fontos. Szereted vagy kedveled? Szeretem. Őket. Szeretel? Szeretek. Ebben tűz régebb óta is van. Igen. Ezek azért erős szavak. És melyikőjükben bízol jobban? Mindkettőben megbízok. Ugyanannyira? Egyformán? Nem egyformán, de ezt nem szeretném elmondani, hogy kiben bízok meg jobban. Ez az én titkom marad. És amikor legutóbb a párválasztó ceremónián azt mondtad, hogy egy fiúban bízol, akkor Gáborra, vagy bocsánat, Bencére, vagy Gáborra gondoltál? Ez titok. Mert akkor elárulnám, hogy kiben bízok. De most ide nem értem, azóta. Mert azt mondtad, hogy mind a kettőben bízol, most meg csak egy emberben. Mivel azóta akkor még nem volt Gábor a párom, akkor nem bízhattam meg, mert nem tudtam, hogy tényleg szeretné-e velem folytatni a játékot. És mivel bebizonyította, hogy szeretné, azóta megbízok benne, mert én úgy gondolom, ha lesz egy párom, vagy van itt a hotelben egy párom, akkor meg kell benne bíznom. És 3 nap alatt megszeretted? Igen, megszerettem. Én anyukámat szerettem, meg apukámat. Hát ez te vagy, én meg Tina vagyok. Én úgy gondolom, hogy a Tinánál nagyon gyorsan és nagyon hirtelen változnak ezek a dolgok. Tehát, hogyha mondjuk, tegyük fel, mondjuk 2 nappal ezelőtt a Bencével beszélt 8 órát, velem csak 6-ot, akkor a Bencébe bízik jobban, és nem a tartalmát nézi ennek a beszélgetésnek, hanem hogy kivel töltött el több időt. Én nem 3 nap alatt szerettem meg. Én első nap megszerettem meg. Hát azt mondta, hogy nem bízod benne, és most de bízom. De az a meg az egyenlet szeretek, az nem ugyanaz drága. Hanem hát nem tudom, ha én valakit szeretek, akkor abban bízok is, nem? De drágám, ez egy játék. Ez egy játék, és nem azt mondta, hogy szereti, emberileg szerethet. Igen, emberileg, nem szerelemre gondoltam. Nem szerelem, meg ilyen szeretet, emberileg szereti az ember. És nagyon negatív dolgokat érzek a szabadban, mert... Nem, csak én úgy gondolom, hogy ha én valakit szeretek, akkor bízok is benne. Nem szeretet, nem alakul ki bizalom nélkül. Én emlékszem arra a pillanatra, és amikor csak bennem bízott, sőt, emlékszem arra a pillanatra, és amikor csak a Gyulában bízott. És most eljutottunk arra a szintre, hogy csak benned bízott, most meg már elvileg a Gáborban is bízik. Ez egy játék, és vannak szituációk, amikor változnak az emberi kapcsolatok ideben. Ez csak azt nem tudja, aki mondjuk 1 hete, vagy 2, vagy 3 hete van a játékban, és ezt nem sértésnek mondom, Laura. Esetleg csak nagyon-nagyon támadó jellegű szavakat lehetem felfedezni. Nem, én annyit mondtam, hogy én számomra, de ez csak az én véleményem, hogy én olyan ember vagyok, ha valakit szeretek, akkor bízom is benne. Számomra nincs szeretet bizalom nélkül. Én annyit mondtam, én ezt nem támadás jelleggel mondtam, hanem én magamban indultam ki. Nem a szavakkal volt a baj, hanem maga a hangsúly és a gesztusok és a mimika
milyen gesztusra tettem? Nem fogom most leutánozni, hagyjuk, csak én ezt így gondoltam, és megmondtam is a hátadat. Mindenki magából indul ki. Laura nagyon biztosnak érzi magát Peti mellett szerintem. Kicsit ezzel a nyalizó stílussal lehet, hogy akarja magát biztosítani. Folyamatosan a Laura azt nézte, hogy Peti hogy reagál, és hogy most mit kéne szólni, és mi lenne a helyes. És ez amire átlátszó volt. Laura, egy valamire rá fogsz jönni majd a játékot, hogyha figyeled, hogy én pacakban megmondom a véleményemet, és most megcsináltam volna azt, hogy magamban tartom, de utána pedig hat embernek oda bent elmondom, hogy ez a Laura mekkora egy görény, hogy így meg úgy válaszolt. Köszönöm nem? A véleményezést. De mert tényleg olyan ember, hogy... Hanem én most megmondtam neked a szemedbe, hogy én ebbe negatív dolgokat véltem feltudni, és meg tudtunk beszélni, azt gondolom, vagy nem. A testbeszédedről beszél. Szerintem sem volt benne negatív. A testbeszédedről nem az, amit mondott, hanem ahol szólt a testbeszéd, nem láttad szemből, ennyi. Parancsolj. Adrit Tinára, vagy Orsira cserélnéd le? Adrit? Adrit Tinára, vagy Orsira cserélnéd le? Egyikre sem. Jó. Akkor hogy fogjátok megoldani a párválasztó ceremóniát? Nekem lehet egy párt. Mi a párt alkothatunk. És akkor a Tinát hova rakjátok, hogyha a Gábornak mi lesz a... Hát, hogy a Gábor, tudom, de a Gábor meg a Tina nem alkothat egy pár. Igen? Jó, és? Mi egy pár lehet? És majd ha ők megkeresnek engem, hogy oldjuk meg, akkor megoldom valahogy. És így akik kell most segítenetek a párválasztó ceremónián, akkor vagytok akkor a szövetségesek, hogy megtegyétek? Szerintem vagyunk, igen. Jó, én is gondolkodok, ugye? Ez egy elég nehéz szituáció alakult ezzel, hogy mi nem lehetünk egy pár a Tinával. De Orsival lehet? De Orsival lehetek természetesen, csak kérdés, hogy szeretnék-e. Meg Adrival is lehet. Meg Adrival is lehetek, csak kérdés, hogy szeretnék-e. Amennyiben Tina vagy Adrián kiesik, és bemarad Orsi, Orsi egyértelmű, hogy az első adandó alkalommal le fogja cserélni Gábort, mert Gábor nem megfelelő szellemi társ számára, csak egy kapaszkodó, akinek a segítségvel bennmaradhat a játékban. Gábor, az nem kérdés, hogy veled kiszöret? Igen, egyébként most neked nincs pár, hogy jelenleg Gabi, és így nagy mellényel beszél. Ti vagytok hatan, meg ötem. És Tina, te gondolkodtál már ezen a kérdésen? Igen, gondolkoztam, de nem szeretnék erre választani most. De nem tudom pontosan. Tartasz a ceremóniát? Igen, nagyon. Vagyis nem tartok, csak van egy kép a fejemben, és az nem túl szép kép. Na de itt van Bence, akiben megbízhatsz. Tudom. Meg ugye Gábor is. De van egy védettségünk is. Hát ez tény. Szerintem hülye az a lány, aki nem fél a ceremóniától. Vagy lehet, hogy van egy-kettő, akinek nem kell, de van olyan, akinek kell szerintem tartania. Én reménykedem benne, hogy a Marianna és a Peti is ezt szeretnék, hogy nekem jó legyen és bennmaradhassak. Én úgy érzem, hogy a Peti láthatja, hogy azért én reálisan látom a dolgokat, és azért, mert szőke kislány vagyok, nem biztos, hogy a bájos mosoly mögött csak butaság rejtőzik. Peti, te spec a pocsolyában, és aljas húzásaidnak köszönhetően haladsz előre. Nem érzed úgy, hogy már mindenkinek elege van ebből? Mit csinálok? Tespedek a pocsolyában. Tespec pocsolyádban. A pocsolyámban? Te pocsolyád. Tespec pocsolyádban, és aljas húzásaidnak köszönhetően haladsz előre. Jézusom. Nem érzed úgy, hogy már mindenkinek elege van be ebből? Hát én a kérdést sem értem. Pocsolyád. Őszinte leszek. Én nem tudom, hogy milyen pocsolyáról beszél a kérdező. És nem tudom, hogy én mikor tespettem, melyik nap tespettem. Az aljas húzásaimat azokat nem tudom, hogy mire gondol a kérdező, nem tudom, hogy melyik húzásom volt aljas. Úgyhogy nagyon örülnék, hogyha ezt konkretizálná. És mi volt az utolsó, hogy nem unom-e már ezt? Aha, hogy másnak nincs elege belőled? Ja, biztos mindenkinek elege van belőlem. Ja, igen, és nem érzed úgy, hogy már mindenkinek.
Én elnézést kérek mindenkitől, hogy itt vagyok még. Nagyon sajnálom, rettentően sajnálok benneteket, hogy el kell, hogy viseljetek. Ez elhiszem, hogy nagyon kiborító, és ha gondoljátok, akkor megpróbálom a következő párválasztó, vagy a rákövetkező párválasztó ceremónián saját magamat kitenni. Remélem, hogy valahogy összejön. Nem tudom, ki tette fel a kérdést, de Peti, bízom benne, hogy sejtett, hogy nem én tettem. Nagyon csúnyán nézel rám, Peti, de nem én voltam. Nem én nézek, így rátok végig. Elmondanám tényleg, ha én tettem volna, de én nem is hallottam még ilyen szúrót. Feltettem Petinek egy nagyon-nagyon-nagyon jó kérdést. Direkt használtam olyan szavakat, hogy te spetsz, illetve pocsolya. Viccnek szántam és polgárpukkasztásnak. Nagyon-nagyon vicces volt, hogy igazából azt se tudták, hogy miről van szó. Még mielőtt szétszélettel egy picit, egy pár szóra leülnétek ide, Loki, te, ha nagyon kell, akkor... Kezdet akarok most. Hát, igazából elmondom mindenki előtt, vagy nem tudom. Igazából van az a mondás, hogy az kiabál, akinek ég a háza. Ezt a mondást én sokszor adom, de most jelen esetben nem, én nem azért kiabál, hogy ég a házam. Nem egy fájó pontom, hogyha az én szavahihetőségemet megkérdezik bárhol, bármikor. Nagyon sok ember bizonyítja azt, hogy ha én megígérek valamit, hogy nem mondom el senkinek, akkor azt tényleg nem mondom el senkinek. Szerintem ez Peti is tudja nagyon jó, hogyha megbeszéljünk valamit, hogy nem mondom el senkinek, nem mondom el senkinek. Én ezt azért mondom csak, mert szeretném megkérni azt az ember, aki számomra ezt a kérdést feltette a Pandorán, nekem rosszul esett, hogy a ma este folyamán úgy, amikor senki nem látja, akkor hívjon félre kettesben, beszéljük ezt meg, hogy miről gondolja ezt. Megígérem itt mindenkit, hogy senkinek nem fogom elmondani, hogy ki az illető, hogy mit beszéltünk. Csak, és azért szeretném ezt, mert mint láttátok, én kompromisszum kész vagyok, és szeretem a vitákat megbeszélni. Lásd, Laura is köztemi feszültség most is a Pandorán, mert nem zártam addig a beszélgetést, amíg nem beszéltük meg a problémákat, mert egy félreértés volt. És ezért szeretném megkérni az illetőt arra, hogy az este folyamán akkor legyen benne annyi vér vagy gerinc, hogy hívjon félre. Bence számon kérte a társaságot, hogy kitette fel azt a kérdést, hogy ő hazug. Én tettem fel a kérdést, és nagyon is elértem a célomat vele, mivel hogy ezen fog gondolkodni most 3 napig, és mérgelődni, és nagyon akarja bizonygatni a társaságnak, hogy ő nem hazug. Annyira átértékelődtek bennem a dolgok, hogy... Ezt akartam kérdezni, most például mit gondolsz? Az a baj, hogy csak azért maradt meg bennem az aljáról való képük, az aljáról való vélemény, mert olyan szinten éreztek velem azt, hogy semmiféleképpen nem akar velem egy pár lenni, és igazából még mindig éreztek velem ezt, ezt, hogy te hülye vagy, és hogy érted? És a Tina az, aki odajött hozzám, egy két mondatáig Gábor, felismertem, átláttam a dolgokat, tudom, mit szeretnél, tudom, mit szerettél volna, de tudom azt, hogy ez egy adott pillanatban egy hirtelen gondolat volt fejben a Tina. Nagyon jól érzem magam, amikor a Lokival beszélek. Mert ha nem is lehetek teljes mértékben őszinte, de amikor őszinte is vagyok, akkor is utána később tudom úgy alakítani a dolgokat, hogy ne én jöjjek ki rosszul, ha esetleg elkocsok valami olyat, amit nem kéne. És most hogy gondolod? Most arról beszélni és latolgatni, hogy most mit szeretnék, és hogy nem tudok most. Most per pillanat. Persze, mert azt gondolom, hogy akármilyen is fáj is néz ki eltteni, de mennie kéne szerintem valami ennek. Csak ennyit akartam kérdezni, most hogy érzed? Ennyi. És az a baj, hogy nagyon sok gondolat van a fejemben. Ez most. Jó. Holnap reggel. Oda mentek a pár. Megkérik tőle, hogy segítsenek a helyzeteteken. Én oda mentem el. Nem, oda mentek. Én nem tudom, hogy jó döntés lenne az. És akkor hova akartok állni? Hova menjen a Tina? Ki álljon mögéd? Hogy legyen? Ezt kell eldöntetek most már, mert van kettő darab a 48 óra. Sőt, annyi már nincsen. Hát a Bencihez ezt... kéne menni a Tinának, én szerintem. Én biztonságban lenne. Csak akkor megint. Ki? Az igen, meg az Orsi. Az Orsinak mondod, hogy álljon mögéd, akkor mögéd fog állni. Jó. Csak ki kell tanulnod, hogy mit akarod dönteni. Őszintén még egy kérdés. 100%-ból szerinted hány százalékra vagyok veszélybe? Nem vagyok matematikus, nem tudom.
Beszélj, érzem úgy engem, hogy most kiejtenem Marianna, mi a véleményed? 50-50. Kösz. Vagy jó arány. Milyen kedves vagy, ha ott? Valószínűleg nem tudjam. Tényleg nem tudom, nem meg Marianna. Úgy nézek ki? Na, párja voltál. 22 napig. Most meg az 53-at írjuk. Na most őszintén nézd ide, szerintem. Mekkorát fordult? Mekkorát fordult? Nem néztem, hogy nagyon... De nem az fordult, tudod, hogy nagyon jó te is, hogy mikor kiment, akkor teljesen még lokék ellen volt, akkor visszajöttek, hogy lokék mellett lett. Én azt gondolom, hogy Marianna egyébként az elejétől kezdve egy kicsit fegmább volt, mint az összes többi lány, és most arra nagyon elszállt fel a ló, és túl magabiztosak bent a hotelben Petivel együtt. Jó éjszakát! Hát olyan, de miért ilyen nagy kép? Mindjárt befejezem, miért ilyen nagy képű? De mire? Az orrára, meg a két nagy gülüzemére. Mit tudom én? Arra, hogy jó játékos, meg minden, csak hát most hadd csinálják, mert előbb-utóbb új unszimpatikusok lesznek. Bocsánat, antipatikusok lesznek mindenkinek. És anya, most kell, ha három héttel te volt a Snezsi kiesett, és gondolj bele, hogy a Snezsi benn marad, és az a gülüszemű kiesik. Akkor lehet, még Patrik is itt van. Vicces volt, mert azt mondta Loki, hogy nem tudja olyan Bencés kérdést kérdette, ha én sem. Ja. És tényleg elértem a célom, mert a Bence hogy kiakadt? Ki van borulva, és meg két napig ezen fog gondolkodni, és ki lehetett az, meg várja, hogy valaki oda menjen. Jó. Lehet, hogy holnap megint fel fogja tenni a kérdést. De akkor meg látjuk, hogy mennyire bosszantja. Tudtam, hogy az borítja ki a Bencét, meg amúgy se találja most a helyét, meg amúgy is nincs kiben bíznia, hogy ez még kellett neki most. Ja. Úgy érzem, hogy Peti a társam, sok minden van, amiről csak ketten tudunk. Szerintem ez nagyon fontos, hogy mi legalább így bízunk egymásban. Ujjaink közül a por, vagy hogy van? A bor? Számint szürke por, és a pet, mondjál. Olyan súlya vagy. Azért vannak a jó barátok, hogy a rég elvesztett álmot, visszahozzák néked egy... Majd egy szép napon. Aj, majd egy szép napon. Tudom, milyen veszélybe lenni? Veszély. Hát vedd le, ha veszélybe vagy. Én alsógatyába vagyok, te meg veszélybe. Gábor sosem adja fel. Én szurkolok neki. Bár lehet, hogy ez most én is kevés leszek. Holnap újra csajozhat, mert Petivel együtt randiznak Orsival. Adrien is felébred, és a veszélyérzet miatt kampányolni kezd magáért. Reméljük, nem túl későn teszi ezt. Holnap találkozunk, viszlát! Kedves vendégek! Orsi a hotel szingli lakója. Ma randira mehet kettő fiúval. Hogy ki legyen az a két fiú, azt Mariannának és Tinának kell most eldöntenie. Nem szabad bent tartani az Orsit. Nem. Folyamatosan hazudik. Ez veszélyesebb, mint gondolnánk. Tuti. Amit mondtál, hogy Gábor kiejteni Adrián, ezt te komolyan gondolt, hogy most tök mindegy, hogy mit hazudtál, vagy hazudsz nekem. Nem hazudtam. Ezt most tényleg őszintén kíváncsi. Szerintem. Én nem akarok veled többet itt a játékban egy pár lenni, nem bízok benned, és... ez van. És én várok volna Peti, mert itt eldöntetek, én veled többet beszélek. Most Tina, most az a baj, hogy... Az én szememben így ide mentél, és remélem a ti szemetekben is.